A kompakt kazettához nem vezetett egyenes út a technika útvesztőjében. A Philips és más cégek is próbálkoztak mindenféle módon kezelhetőbbé tenni az orsós magnókat. Az egyik ilyen próbálkozás az 57-es Philips diktafon, 2-3 centi átmérőjű orsót tett egy műanyag tokba. A Garrard magazintép, Shababonville, Grundig EN3, 3M kantáta, mindezek alapja a Reel to Reel, csak házba tették őket. Egyorsos próbálkozások, mint a 3M Reverest Stereo Cartridge a maga 48 perces idejével, a Philips EL3583 Grundig Stereonet. Aztán 1958-ban az RCA 30 perces oldalanként is stereo kazettája, az RCA Sound Tape Cartridge már hasonló volt az ismert formátumhoz. Végül ott voltak a vékony szalagos kazetták, mint a Dictaphone Diktát, Minifon, Ectoplex, Memocord, nem is beszélve az egyéb formátumokról. Az egyik legfontosabb a mi történetünk szempontjából a Grundig DC International 1965-ből. Ez volt ugyanis a konkurenciája a Philips kompakt kazettájának. A formátum nagyobb kazettát használ, mint a Philips, sztereó felvételi lehetőséggel, 90 és 120 perces játékidővel. A Grundig szerette volna nemzetközi szabványként látni, ezt a nevéből is egyértelműsítette, és a Sonyt megnyerni támogatónak. A Philips az 50-es évek végén kijelölt két csapatot, hogy hozzanak létre egy könnyen kezelhető, hordozható kazettás formátumot. Az egyik csapat egy egylyukas rendszerrel állt elő, hasonlóval, mint manapság az LTO kazetták. Egy orsó, egy spulni, egy lyuk. Ez a Philips EL3583. A másik csapat viszont az RCA kazettájához hasonló, ám de jóval kisebb formátum, a kompakt kazettát hozta létre Lou Ottens vezetésével. A diktafon funkcióra tervezett terméket 1963-ban a berlini rádióson mutatták be. Az első készülék az EL3300 volt. Észak-Amerikában Norelco néven, ami a Philips ottani neve, 1964-től volt elérhető. A Philips is azt szerette volna, hogy nemzetközi formátum váljon a termékből. Ezért úgy gondolták, hogy a Sonyt kell meggyőzni, hogy támogassa a formátumot. El is utazott egy küldöttség a Sonyhoz, azzal, hogy 20 yen per készülékdíjat szeretnének kapni. Jószerivel körberöhögték őket a Sonynál. Így lementek 10-re, majd 2-re, mire a Sony bedobta az aduást. A Grundiggal ingyenes a szerződés a DC International-ra, akkor legyen a Philipsé is ingyenes. Így aztán odaadták nekik, majd az egész világra ingyenes lett a licenc. Egyébként a GVC VHS is így tudott nyerni. Meet the easiest to operate tape recorder in the world. Philips Cassette Loading Battery Recorder. It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use. Ez persze nem hozott osztatlan örömet a Philipsnek, mert ugyan a célt elérte, de gazdag ebből nem lett. Viszont a formátum jól járt vele. 1968-ra már 85 gyártó állt a termék mellett, és mindenki elkezdte fejleszteni a kompatibilitás megtartása mellett. És persze felismerték a lehetőségét, hogy ne csak diktafon legyen, hanem zenekazetta is, előre rögzített anyaggal lehessen árulni. 66-ra már a piacon is voltak a műsoros kazetták. Persze szükség volt még némi fejlődésre. Az MC Music kazetta a műsoros magnókazetták nemzetközi jelölésére szolgált. A 3,81 mm-es szalagra 2,5 mm-es monosávot rögzít 0,6 mm elválasztóval. Kompatibilitás megőrzése miatt ez lesz sztereó esetén 2x0,6 mm és 0,3 mm elválasztás a sávok között oldalanként, vagyis a két oldal 4 csatorna. A jobb minőség eléréséhez jobb szalagok is kellettek. 1970-ben a 3M kobaltot adott az eredeti Fe2O3 vasoxid anyaghoz, és két rétegben vitték fel a hordozóra. Ez alacsonyabb zajszintet és jobb frekvencia hűséget produkált. Ez lett a Type 1. 1968-ban a DuPont kitalált egy eljárást a króm-dioxid használatára hordozókon. Az első alkalom, amikor használták, az 1970-es Advent Model 201 volt, és hozzá a kazetta. Ez a készülék használt először Dolby B zajszűrőt is. A BASF teljesen kiállt a króm-dioxid használata mellett, így ez lett a Type 2. A BASF és a Sony próbálkozott a kétrétegű vas plusz króm bevonatokkal,
ami a Type 3, de el is tűnt néhány év alatt. A Type 4 a metálszalag lett, ami nem oxid, például vasoxid, hanem csak maga a fém, nagyon sűrű és apró porként szólva a felületre. A magnók úgy tudják megkülönböztetni a szalagokat, hogy más a kialakítás az íres fejlettséget jelző pöcköknél. A leghosszabb szalag a 120 perces, de ez már sérülékenyebb is, mert vékonyabb a hordozóanyag. Hifi komponensét talán 1973-tól vált a formátum. Ekkor jelent meg a Nakamichi 1000, ami az első magnó volt, ami a teljes hallható 20-tól 20 kHz-ig frekvenciát képes volt rögzíteni és visszajátszani. Persze a legtöbb készülék kb. 100-120 Hz-től 15 kHz-ig tudja csak, és ez még a szalagtól is függ. Egyre több gyártó és készüléke kezdte az évek során ezt megközelíteni. Zenei felhasználáson kívül adatra is használták. Talán a legismertebb a C64, C16, Sinclair, stb. Gépek adattárolása. Na most nem ér nevetni. Egy 90 perces kazettára 660 kilobájt fért oldalanként, maximum 2000 bit per másodperces adatsebességgel. Később, jobb modulációs technikát alkalmazva, ezt egészen 60 megabájtig tudták emelni. You've always been heard, but now you can be seen. Introducing the PXL 2000 camcorder. With the same audio cassette that makes your music, it makes videos. Sight and sound at a price that's easy to handle. Just shoot and play back on the PXL 2000 TV. The PXL 2000 video system. Now you can be seen and heard. Talán a legkülönlegesebb felhasználása egy játék volt. A PXL 2000 játékkamera. A Fisher-Price áruházlánc számára készült 1987-ben. Egy kromkazettára 11 perces felvételt készített, 9-szer nagyobb szalagsebesség mellett, mint normál hang esetében. A videót a bal csatorna helyére írta, a hangot a jobb csatornára. Így a rögzített kép 120x90 pixeles felbontású, 15 képkocka per másodperc mellett. A játék a mai napig kultikus és rajongó táborral rendelkezik, valamint sokszor felbukkan filmekben és sorozatokban. A magnókazetta sok mindennek köszönheti a sikerét, az ingyenes licensztől az ugrásszerű fejlődésig, sőt a házi magnókig, amik megkönnyítették a felhasználók számára a zenék felvételét, szállítását, másolását. A 90-es évektől egyre több konkurens formátum jelent meg a piacon, például a DAT, DCC, minidisk, mikrokazetta és persze a CD. Szóval az egyszerű diktafonból mintegy 10 év alatt hifi komponensén nőtt a formátum, és egészen a 90-es évekig ez maradt a fő zenehallgatási forma, amikor is a CD átvette az uralmat, ami szintén Philips-Sony együttműködés eredménye. 2008-ra gyakorlatilag nullához közelített a kazettaladás, de a formátum azért nem halt ki teljesen, mert újra vannak kiadók, zenészek, akik elérhetővé tették albumjaikat magnókazettán. Aki rendelkezik olyan formátummal, ami még nem volt bemutatva, és ezt szeretné megtenni, kérem jelentkezzen. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!